Sziasztok! Hát szerettük volna azt mondani, hogy ez a 400. videónk, tadám! De nem a 400., hanem már a 401., így kell mondani, igen, ugye? 401. Hát, csak úgy elsiklottunk ezen a szép számon, hogy 400. Az előző, a szappanos videó volt a 400., ez pedig a 401., hát ha jól számoljuk. Szóval, ez most egy sütős-főzős videó lesz. A karantén például arra is ki lehet használni, gyerekek, hogyha valaki szeretne megtanulni valamit, például sütni-főzni, mint ahogy Mollika, akkor ugye, mivel nem nagyon mehetünk sehova, az időt erre ki lehet használni. Most például egy tortát fog készíteni Molly, gyakorlatilag önállóan. Éppen ezért egy olyan receptet választottunk, ami abszolút nagyon könnyű. Az eredeti recept szerint mindössze 3 összetevőből áll. Ez nagyon érdekes, hogy hogy tudunk egy tortát összehozni 3 összetevőből, de hát mindjárt megmutatjuk, itt van előttünk minden. Én még egy picit filozom rajta, hogy változtatunk rajta és egy újabb összetevőt beleteszünk, de hát nem tudom. Sokan kérdezitek, hogy miért nem kaptok értesítést a videókról. Amikor feliratkoztok, akkor mellette van egy kis harangocska, arra nyomjatok rá, választjátok ki az összes feliratot, és akkor az összes videóról, amit feltöltünk, értesítést fogtok kapni. Ami még érdekessége ennek a tortának, hogy Molly fél egy kicsit a sütőtől. Ugye nagyon forró a sütő, általában ilyen 180 fokon sütjük a süteményeket, hát az elég magas. És ezért arra gondoltunk, hogy nem a sütőben fogjuk megfőzni a tortát, hanem megfőzzük. Hát én tudom, hogy nagyon bután hangzik, hogy egy tortát megfőzünk, de meg fogjuk főzni. Képzeljétek el, ehhez használunk majd egy ilyen kis helyeske, kis szószos serpenyőt, vagy mi ez, ilyen, igazából ezt úgy hívják, a szószokat szoktunk ebben főzni, és még egy serpenyőt, tehát tulajdonképpen egy palacsintasütőt, és ezt a kis szószfőző edénykét fogjuk használni, és ebben készül el a torta, hát vagy nem. Hát meglátjuk, meglátjuk. Na hát akkor nézzük meg, hogy mi minden kell ehhez a rendkívül egyszerű tortához. Na tehát. Az, hogy ilyen egyszerű ez a torta, ugye annak is köszönhető, hogy ezt a kekszet fogjuk hozzá használni. Semmiféle reklám nincs ebben a videóban, ezt a kekszet mi magunk vettük, és még hozzá nem is ragaszkodunk ehhez a márkához. Azért választottuk ezt, mert ebben van egyfajta töltelék, egy ilyen krémes töltelék, de mást is választhattok természetesen. Na drágám, akkor az első lépés. Ezeket a kekszeket választ szét, kérlek, és a belső réteget, ezt a krém réteget, amivel meg van töltve, ezt külön tedd, jó? Egyik felébe a kekszet, másikba a krémet. Na nézzük. Na így van. Az egyikbe mehet bele az a csokoládés keksz, másikba pedig ez a krém, amivel megtöltik. Mind a kettőt fel fogjuk használni természetesen, a keksz részét is és a krémet is. Hát nem mondom, hogy mindig egyszerű ketté választani és leszedni róla a krémet, mert van, amikor mind a kettő felére ráragod a krém, tök jó, és akkor az ember itt kapargatja. De ha ügyesek vagytok, akkor szétválasztjátok, és az egyik oldalon marad a krém, és akkor az könnyebb róla leszedni. Le lehet szedni egyébként késsel, hát el kell vele szórakozni egy darabig nap. Na van, amelyikről tök jól lejön? Egészbe, majdnem. Ha kipróbáljátok ezt a tortát, akkor előtte próbáljátok meg lehűteni a kekszet, mert akkor könnyebben kijön a krém. Mi most nem hűtöttük le, ezért egy picit jobban kilódunk vele, de ha lehűtitek, szerintem akkor egészben kijön. Szuper, kész is vagyunk. Ugye itt van a külön választott keksz. Mollikám, akkor most ezt a részét, a keksz részét tedd bele ebbe a lezárható tasakba, és utána adjál neki, légy szíves, ezzel a nyújtópával. Nyilván ezt robotgépben is csinálhatjuk, de hát itt sokkal mókásabb. Beleteszed, és addig ütögeted, amíg por lesz belőle. Ez az, adj neki. Fog az menni, úgy, úgy. Kész? Kész. Szuper. Na akkor beletesszük ebbe a tálba. Olyan, mint a föld. Tényleg olyan. Hú-hú. Mint amit összejárkáltak a giliszták, ilyen morzsalékos föld.
De jól néz ki, és nagyon jó az illata. Tegyél bele egy teáskanál sütőport. Okay. Keverd jól el. Ne csak egy helyen maradjon, mert akkor csak ez az, azon az egy helyen fogja megemelni a tésztánkat. Kimértünk 2,5 deci tejet. Ebből ugye felét ráöntjük erre a krémre, és szépen összedolgozzuk vele. Mindig figyeljetek arra, hogy a sűrűbb krémbe jöjjön a hígabb, mert hogyha ezt fordítva tennénk, akkor nagyon nehéz összekeverni. Próbáld meg szívem összedolgozni kanállal. Mikróban melegítettük egy kicsit, így sokkal könnyebb összedolgozni ezt a krémtölteléket a tejjel. Amihez most hozzáadunk egy felvert tojást. Ez nem szerepel ugyan a receptben, amit találtunk, de szerintem tojás nélkül nem nagyon fog összeállni, úgyhogy egy tojással kísérletezünk. Adjunk egy pici sót hozzá, de csak azért, mert az édes ízt jobban kihozza a só, elég annyi. Úgy van. És akkor ezt a kettőt most összedolgozzuk. Milyen illata van? Ó, jó. Nagyon klassz. Ilyen vaníliás. Szuper. Na, mehet bele. Úgy, ez már nem nehéz. Ezt szépen óvatos mozdulatokkal összedolgozzuk, és mehet is ebbe a kis serpenyőbe. Olyan, mint a sár. Tényleg olyan, mint a sár. Egyébként létezik olyan, hogy sár süti. Ez a neve. Persze nyilván nem sárból van. Na, majd legközelebb csinálunk olyat is. Na, drágám, akkor most légy szíves, olajozd ki ezt az edényt. Az alját, vékonyan az alját is, meg az oldalát is, de ettől függetlenül teszünk azért bele sütőpapírt is, hogy biztosan ne ragadjon majd bele a torta. Jöhet a sütőpapír. Oda fog ragadni az olajtól, és most az oldalát is. Kész. Gyönyörű. Kivéleltük a mi kis tortaformánkat, kvázi. Persze nyilván tortaformában is lehet, gyerekek. Meg lehet sütni sütőben is, és igazából Molly sem fél azért olyan nagyon a sütőtől. De ez így sokkal érdekesebb, lássuk be. Így még nem csináltunk, nem főztünk tortát sosem, csak sütöttünk. Na, drágám, akkor öntsd bele. Na, tehát itt van a mi kis serpenyőnk, és beletesszük így ezt a kis edénykét. Hűha, hát érdekesen néz ki, gyerekek, hogy ebből hogy lesz majd torta. Lefedjük minden esetre, és meglátjuk. Állítólag olyan 35-40 perc. Hát egészen hihetetlen, de ott elkezdett bugyborékolni. Úgyhogy még az is lehet, hogy tényleg valami megsül a tortánk, Molly. Időközben módosítottunk egy kicsit az elkészítés módján, mert féltem, hogy ha csak egy sima serpenyőben lesz, akkor odaigazolja. Bár kislángon kezdtük a sütést, most egy picit följebb vettem, mert áttettünk egy másik serpenyőbe, és vizet öntöttem alá, mint ahogy a sajttortát szoktuk sütni, mondjuk azt is sütőben. Akkor is kíváncsi leszek, hogy mi lesz a buli vége. Most belenézünk, most még a harmadánál tartunk, tehát most még azért látszik, hogy folyós a tészta, de hát még csak a harmada telt le a sütési időnek. Na, nézzük, most már letelt az idő, bőven. Ez nagyon úgy tűnik, hogy megsült, gyerekek. Na, nézzük, borítsuk ki. Na, milyen illata van? Ó, nagyon jó. Hát ilyen kis picike lett a tortánk, de nagyon klassz, ide nézzetek. Mert ugye 20-valahány darab oreóból készítettük, de hogyha valaki több csomaggal beáldoz, akkor lehet ez dupla ilyen magas is. Annyira jó, hogy ilyen fekete. Ez a legjobb ennek, ha olyan mondom. Tudtátok, hogy létezik fekete kakaópor? Azért ilyen sötét ez a süti, meg hát ez a keks. Természetesen be lehet kenni a tetejét, esetleg csokoládékrémmel, nézd szívem. Kenj rá egy kis csokikrémet a tetejére, tehát innentől kezdve lehet ám cickézni, ahogy az ember szeretné. A 3, hát illetve már 4 hozzávaló, az csak a tortához kell.
Hát elkészült, végre valahára, láttátok? Hát tök helyes lett. Tök helyes pici torta. Ha dupla adaggal dolgoztak, akkor persze kétszer ilyen magas lesz, nagyon klassz. Azt azért el kell mondanunk, hogy serpenyőben készítve kétszer annyi ideig tart, tehát jó móka, csak hát jóval tovább tart, hogyha beteszitek a sütőbe, akkor fele annyi idő alatt megvan. Nézzétek meg, hogy milyen fekete, elképesztő, annyira jó. És ez azért ilyen fekete, mert van egy ilyen nagyon sötét kakaópor, amivel ez készül. Tök jó. Na hát Mollika majd megkóstolja, az illata fantasztikus. Hát ha gondoljátok, akkor próbáljátok ki ti is, mert tényleg valamivel el kell foglalni magunkat, valamivel szórakozni kell, és hát szerintem ezt a kekszet, meg úgy általában az ilyesmi kekszeket a gyerekek szeretik, torta változatban, meg szerintem pláne. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok.